Ez a júniusi időszak, ez milyen edzéseket takar? Mire készültök most? Most kezdtük egy körülbelül 3-4 hete az alapozást, az igen kemény alapozást. Most nagyon sokat szárazozunk, most már mondjuk egyre kevesebbet, de még mindig nagyon sokat szárazon az imitációs gyakorlatok. És ugye sokat vagyunk ugyanúgy jégen is, most még kicsit hosszabbakat megyünk, ilyen 30 akár 30 körökbe is belekóstolgatunk, de szépen fokozatosan így a nyár végére egyre kevesebb lesz a körszám és egyre gyorsabb a tempó. Igen, ezt most mindjárt látni is fogjuk, hogy a tempó az egyre csak gyorsul. Igen, most éppen egy váltós edzésbe csöppentetek bele, ahol ilyen 70-80%-ra fogunk menni. Ez még nem lesz az az igazi sebesség, mert még idén nem nagyon mentünk gyorsan, úgyhogy ez olyan közepes tempó lesz nekünk, de már ez is kívülről azért, főleg a kívülállónak nagyon gyorsnak fog tűnni, az biztos. Hogy áll az olimpiai kvalifikáció? Nekünk ugye még nem volt, ugye sok téli sportág már kvalifikálhatta magát Szocsira. Nekünk majd csak az európai világkupák során lehet két világkupán kvalifikálódni, mind a váltóban, mind az egyénibe. Az pedig majd csak, ha jól emlékszem, akkor így október-november táján lesz, nem pontosan nem tudom, hogy mikor, de nekünk az még ugye nincs annyira közel. De fejben megmondom, ezek készülni kell rá, lélekben is. Hát persze, már igazából már Vancouver óta erre készülünk szerintem. Aki olimpiai sportot űz, az mindenki ilyen 4 éves olimpiai ciklusokba gondolkozik. Nyilván most már egyre közelebb kerülünk az olimpiához, így most már minden erről szól, de mondjuk én azt éreztem már tavaly is, hogy minden az olimpia körül forog. Szóval tényleg mindenki a világkupákon is azt latolgatta, hogy majd a kvalifikációs versenyen hogy lesz, meg hogy lesz a kvalifikációs rend, mit lesznek az új szabályok, melyik csapatok, hogy milyen emberekkel fognak kiállni. Úgyhogy ez már én úgy érzem, hogy folyamatosan egyre burjánzik ez a dolog, és most tényleg ez olyan lesz ez a szezon megint, mint ahogy 4 éve is, hogy nagyon nagy lesz az biztos a teher rajtunk, és nagyon feszültek lesznek a versenyek is, és az edzések is, de hát mindenki ezért él, ezért csinálja. Ezt a feszültséget, ezt gondolom pszichésen is bírni kell. Te személy szerint hogyan készülsz erre? Én személy szerint nagyon sokat támaszkodom a családomra, én nekem nagyon szükségem van arra, hogy nagyokat beszélgessek az apukámmal, anyukámmal, és persze a testvéremmel is, de ezen kívül ugye a barátom is nagy támogatást nyújt, de aki mondjuk talán, akire a legnagyobb szükségem van is, és azok úgy gondolom, hogy a csapattársaim és az edzőim. A nyári időszak hogyan zajlik neked? Nyári időszak, hát igazából edzés-edzés hátán, napi 2 edzésünk van, vagy 3, ma reggel is voltunk 2 órát jégen, elég nehéz edzésen vagyunk túl, utána még voltunk szárazozni, és most megint vissza a jégre, úgyhogy igazából úgy néznek ki a napok, hogy reggeli edzés, ebéd, edzés, vacsora, és alvás, úgyhogy most ilyen nagy kiruccanások nem lesznek, én majd jövő nyáron tervezek egy nagyobbat, de az ugye minden majd csak az olimpia után. Hát akkor a kánikula után egy kis jég nektek meg jól jöhet. Igen, az érdekes, hogy én nem bírom a kánikulát, meg a hideget se, úgyhogy... Ez jó párosítás. 1 éve edzettek a kínai edzővel. Hogy látod, hogy hogyan sikerült eddig? Mit sikerült elsajátítani tudásban? Gondolom, nagyon-nagyon sok újat tud mondani technikai és taktikai téren főleg. Egy mentalitásban, hogy egy versenyhez, illetve egy edzésre hogyan kell hozzáállni szerinte, az eléggé különbözik attól, amit mi mondjuk megszoktunk így európai fejjel. Ugyanom, hogy elég irányba indultunk el tavaly a szezon közben. Nyilván ez kellett egy kis idő, hogy belelendüljünk, illetve felvegyük az ő mentalitását, az ő gondolkodásmódját. Remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a pályát, amit elkezdtünk vele, és jó szezonunk lesz. Nyári szezonban a sok edzés mellett jut idő azért pihenésre is, vagy abszolút csak már az olimpiai kvalifikáció és az erre való felkészülés van a fejedben? Hát szezon után kaptunk 1 hónapot, amikor azért mindenki ment mindenfelé. Én is voltam Los Angelesbe kicsit nyaralni. Most lesz egy hosszú edzőtáborunk, 3 hét után lesz 1 hét pihenőnk. Ott még pontosan nem tudom, mit fogok csinálni, de azon kívül már nem nagyon lesz pihenőnk idén. Most már teljes mértékben erre kell koncentrálnod. Igen, gyakorlatilag nincs is más teendőnk. Ugye a csapatnak a 90%-a szerintem, vagy 99%-a lassani fog jövőre a főiskolákba, úgyhogy mindenki 100%-ban az edzésre fókuszál most már.